Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapján, pénteki napon, a bűnbánat napján, amikor a Szűzanya intelmei és biztató szavai nyomán megújítjuk bűnbánati szándékunkat, hűség nyilatkozatunkat az Úr Jézus iránt, hogy tovább járhassuk az üdvösség útját. A mai szentmisét a Bagi és Matusek család elhunyt tagjaiért ajánljuk föl. Az Apostol Televízió szolgálata lehetővé teszi mai sima közösségünket, így jelenlévő testvéreim mellett, az otthonaikban velünk ünneplőket is nagy szeretettel köszöntöm. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy védkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életben, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Urunk Istenünk, Te a boldogságos Szűz Máriát nekünk is anyánkul adtad. Segíts, hogy figyelmeztető üzenetét megfogadjuk, és az imádság és az engesztelés szellemében még nagyobb buzgósággal munkálkodjunk a világ megújulásán, és Szent Fiad országának eljövetele érdekében. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. A pizidiai Antiochiában Pál apostol ezeket mondta. Férfiak, testvéreim! Ábrahám nemzetségének fiai és köztetek levő istenfélők. Az üdvökség híre nekünk szól, Jeruzsálem lakói és vezetői azonban nem ismerték el Jézust. Azáltal pedig, hogy elítélték, beteljesítették a proféták szavát, amelyet minden szombaton olvasnak. Bár semmi halálbüntetésre méltót nem találtak benne, Pilátustól mégis kivégzését követelték. Miután minden beteljesedett, amit róla írtak, levették a keresztfáról és sírba fektették. Isten azonban feltámasztotta Jézust a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik vele együtt jöttek föl Galileából Jeruzsálembe.
Ezek most is tanúságot tesznek róla a nép előtt. Mi is ezt az örömhírt hirdetjük nektek. Isten atyáinknak tett ígéretét nekünk, az utódaiknak azáltal teljesítette, hogy feltámasztotta Jézust, amint a második Zsoltárban is megvan írva, fiam vagy nékem, ma adtam neked életet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e? Elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban idézzük föl néhány gondolattal a boldogságos szűzanya fatimai jelenését, illetve jeleneteit, és mindezeknek az üzenetét immár több mint egy évszázad távlatából. 1916. május 13-a és 17. október 13-a között a 10 éves Santos Lucia, valamint unokatestvérei, a 9 éves Mártó Ferenc és annak húga a 7 éves Mártó Jacinta, 3 angyali és 6 Mária lejelenést láttak. Az angyala béke angyalának, illetve Portugália őrző angyalának nevezte magát, és megáldoztatta a 3 gyermeket. 1917. május 13-án a Szent Szűz jelent meg a Covada Iria, a Béke Völgye nevű vidéken, annak a Béke Völgye lejtőjén, és kérte a gyermekeket, hogy imádkozzák a rózsafüzért. És 6 hónapon át, ugyanebben az időpontban jöjjenek el hozzá. 1917. augusztus 13-án a gyermekeket elzárva tartották, ezért a szűzanya augusztus 19-én jelent meg nekik. E jelenés helyén a magyarok, magyar testvéreink, jól tudjuk, hogy Kondor Lajos atyának sok-sok buzgolkodása nyomán kápolnát építettek.
amelyet 1956. augusztus 12-én szenteltek fel. A szűzanya imádságokat, áldozatot és engesztelést kért. 1917. október 13-án körülbelül 70 ezer ember jelenlétében történt a jelenés, és a mindenki számára látható napcsoda. A fatimai jelenések egységet alkotnak, és hozzájuk tartozik még az 1925. december 10-én a Ponte Vedrai jelenés, amikor a szűzanya az engesztelő első szombati ájtatosságot, aztán 29. június 13-án Tui jelenés, mikor Oroszország felajánlását kérte. Mint ismeretes, ez a felajánlás többször is megtörtént, néhány héttel ezelőtt is, amikor Ferenc pápa Oroszországot és Ukrajnát egyszerre ajánlotta fel a szűzanyának. A szűzanya három titkot bízott a pásztor gyermekekre. Az első titok újabb világháborúról beszélt, akkor az első világháború végén. A második titok a pokol látomása volt. A harmadik titok pedig proféciát tartalmaz a 20. századi egyház üldözésekről, és beszél egy fehérbe öltözött püspökről, aki lövések következtében összerogy. Lucia nővér és második János Pál pápa ebben, mint jól tudjuk, mert mindannyian átéltük már ezeket a történelmi eseményeket és ezeknek a megemlékezéseit is. Ebben az 1981. május 13-i merényletet látták. Ezt a titkot Szent II. János Pál pápa 2000-ben hozta nyilvánosságra, valamint 2000. május 13-án Ferencet és Jacintát Fatimában boldoggá avatta. És mint tudjuk, a merénylőnek a pisztoly golyóját azt elhelyezték ott a kegyszobor koronájába, Fatimában. Ez is őrzi az üzenet igaz voltát, és azt a fontos történelmi hatékonyságot, amit a Jóisten a szűzanya közvetítésével a lelkünkre köt. Nagyon hosszú lenne a mai elmélkedésünk, hogyha a fatimai szűzanya jelenését és üzeneteit a mai korunkra átültetnénk, csak érintőlegesen gondoljunk arra, hogy most is háborús időket élünk, most is szerepe van ebben a háborúban Oroszországnak, de nyilvánvalóan mi nem hozhatunk történelmi ítéleteket, és meg kell állapítanunk, hogy a pokol felé vezető út az általában nem keletről jön, főleg Oroszországból, ahol megújult a kereszténység, az ortodoxia, a hitélet, sőt, ki sem halt. Én magam is jártam még a szocializmus éveiben Moszkvában, és tapasztaltam a zsúfolt templomokban azt, hogy nem halt ki azokban az évtizedekben sem a hit. A pokol felé vezető út az a bűnök útja, az Isten ellenesség, lázadás útja, amit inkább tapasztalunk a nyugati világban, mint a keleti tájakon. De nem mondok ítéletet, nehogy valaki ezzel vádoljon, hogy én most ilyen nagy léptékű történelmi elemzést tartok. De jól tudjuk, hogy a nap keleten kell, és nyugaton nyugszik,
és a történelemben számtalanszor megmutatkozott a nyugat pusztulása. És itt nem országokra gondolunk, hiszen nem lehet népeket megbélyegezni. Nem országokra gondolunk, hanem ideológiákra, törekvésekre, amelyek hitetlenségbe, lázadásba, emberi gőgbe torkollanak, mikor az ember a világ hatalomra tör, és Isten helyett maga akar uralkodni. Ez a bűnnek a lényege. Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy eltűnődjünk a pokol látomásán, amelybe beavatta a szűzanya ezeket a gyermekeket. És ezen a napon, amikor a húsvéti idő negyedik hetének a pénteki olvasmányait olvastuk, csodálatosan egybecseng az a hétköznapi, már a soron következő olvasmány, amit hallottunk, illetve evangéliumi rész, amelyben az Úr Jézus az atyai házról beszél, és megígéri, hogy atyánk házában sok lakóhely van. Atyánk házában sok lakóhely van, és biztatja a tanítványokat, hogy ne nyugtalankodjék szívetek. Nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy az atyai ház és a sok lakóhely az Istennel való együttlétnek boldog állapotát jelenti. És ezt elképzeljük úgy, mint egy csodálatos családi otthont, vagy egy gyönyörű természeti környezetet, amelyben ez az otthon áll, amelyben az ember önfeledten boldognak érzi magát. Ezek az emberi képzeteink. A lényeg az, hogy az atyai ház az Úristennel való közösséget jelenti mindörökre, és ennek boldogságát. A pokol pedig ennek az ellenkezőjét. Szent János apostol a Jelenések könyvében is sok félelmetes látomást leír a végső csapásokról, szenvedésekről, a bűn következményeiről. Tehát ott is vannak ilyen pokoli látomások a Szentírásban, és ilyen hátborzongató az a látvány, amit a fatimai gyermekek is a szűzanya közvetítésével átélnek a szenvedésről. De gondoljunk arra, hogy ezek az ijesztő, a tűzzel, a lánggal, az égéssel összefüggésben lévő képek, ezek körülírásai annak a lelki szenvedésnek, amit az Isten nélküli örök állapot, vagyis a kárhozat jelenthet azok számára, akik elutasítják a Jóisten szeretetét, és letérnek az üdvösség útjáról, vagy föllázadnak az Úr ellen. Most, amikor a világ különböző tájain nagy meleg tombol, 40 fok feletti hőmérséklet, vagy elviselhetetlen kínzó meleg, akkor legalábbis a magyar szóhasználatunkban azt a jelzőt használjuk, hogy pokoli meleg van. Mert ebben a testi szenvedésben valahogy az embernek a pokol jut az eszébe, a korábban már befogadott képzeteink alapján. Amikor valahol családban, emberi kapcsolatokban békétlenség, szeretetlenség, rossz indulat uralkodik, akkor azt szoktuk mondani azokról, akik ezt elszenvedik, hogy egy pokol az élete. Ezt a kifejezést szoktuk használni. Éppen a szeretetlenség, gyűlölködés állapotában, ami megmérgezi az ember lelkét, nyugalmát, életének összhangját. És nyilvánvalóan, valóságosan és bölcsen használhatjuk az ilyen jelzőket, mert a pokol kínjai ennél sokkal rosszabbak, de ilyen élmények által, testi, lelki szenvedéseink által gondolunk arra, hogy hát bizony az ember örökké is szenvedhet, ha nem jár
az Isten szeretet útján. Erre figyelmeztet bennünket a szűzanya, mert nem ezt a három gyermeket akarta ijesztgetni, hanem az egész világnak üzent. És most 105 évvel elteltével ezzel ugyanazt az üzenetet kapjuk. Látjuk, hogy átléptünk már a 21. századba, de folytatódnak a háborúk, folytatódik a keresztény üldözés, és folytatódik sajnálatosan a világ hanyatlása. A lázadó embernek a szakadék felé való haladása önteltségében és gőgjében. Van mint gondolkodnunk ezen a szép napon, amikor a gyermeki bizalmunkat erősítjük a szűzanya iránt, hiszen ezt imádkoztuk most a mise könyörgésében, hogy a boldogságos Szűzmáriát az Úristen nekünk anyánkul adta, és kértük, hogy figyelmeztető üzenetét az imádság engesztelés szellemében még nagyobb buzgósággal munkáljuk, és az Úr országának, a Szent Fia országának eljövetelén, és a világ megújulásán is munkálkodjunk. Látjuk ezt a számtalan szép feladatot, amit a szűzanya biztatására el kell fogadnunk, buzgó, megújuló életünkben, a mai pénteki bűnbánati nap kegyelmeit is hordozva. És így, ha igent mondunk, akkor biztosan megkapjuk azt a kegyelmet, mely által saját életünk, környezetünk és a világ is meg tud újulni. Amen. Testvéreim, Fatimában a Szent Szűz közös imádságra és engesztelésre szólította a világot. Imádkozzunk hát közösen korunk nagy ínségeinek megsegítéséért. Add, Urunk, hogy a fatimai szűz közbenjárással mentsen meg minket az éhségtől, a háborútól és az ellenőrizhetetlen önpusztítás minden fajától. Kérünk téged, hallgass meg minket! A Szent Szűz imája mentsen meg minket az élet elleni bűnöktől, a gyűlölettől és az Isten gyermeki méltóság semmibevételétől. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy a Szent Szűz közbenjárására megszűnjenek a társadalmi igazságtalanságok, a népek elnyomása és a nemzetek közötti jogtalanságok. Kérünk téged, hallgass meg minket! A Szent Szűz édesanyai szeretete tartson távol minket a törvények könnyelmű megszegésétől és minden bűntől. Kérünk téged, hallgass meg minket! A fatimai Szent Szűz legyen menedékünk minden megpróbáltatásban, és álljon mellettünk halálunk óráján. Kérünk téged, hallgass meg minket! A Szent Szűz égi közbenjárására fogad be a Bagé és Matusek család elhunyt tagjait az örök boldogságba. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörülő Istenünk, hallgasd meg ezt a segélykiáltást, amelyben minden ember ínsége kiált az irgalmasság anyja felé. Engedd, hogy még egyszer megmutatkozzék a világ történetében, hogy Szent Fiad édesanyjának irgalmas szeretete megtöri a gonosz hatalmát, és az élet reménységét hozza az emberi szívekbe, Krisztus, a mi Urunk által. Hankovszky Miklós atya szép megfogalmazású könyörgéseit követően folytatjuk a Szent Misét, és a fatimai éneket énekeljük, a kántorasszony előénekli a verszakokat, és mi a refrént tudjuk az Ave Máriát énekelni közösen. Thank you.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyház javára. Istenünk, a boldogságos Szűz Máriát ünnepelve, bemutatjuk előtted a kiengesztelés és a dicséret áldozatát. Bocsásd meg irgalmasan bűneinket, és irányítsd magadhoz ingadozó szívünket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Levetjük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, időn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik és vég nélkül éneklik. Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szeretteinkről és jótevőinkről, lelki pásztorainkról, gazdagréti híveinkről, emlékezzél meg média apostolainkról, minden jó akaratú emberről, a békére vágyókról és a háborút elszenvedőkről, mindazokról, akik bűnbánó szívvel az üdvösség útját keresik. Emlékezzél meg minden jelenlévőről, és média szolgálatunk által most velünk együtt ünneplő testvéreinkről, otthonaikban, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk, Istenünk, fogad megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól,
és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, s védj fel választottait körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet. Majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat védjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg ellenőrz. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod, vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szolgáidról és szolgálóidról, szeretteinkről, híveinkről, jótevőinkről, a Bagi és a Matusek család elhunyt tagjairól, a templomunkban nyugvókról, az életüket a háborúban elvesztett testvéreinkről, akik a hitjelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne,
A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. A szent áldozás alatt engesztelő éneket énekelünk, a Hozsanna 143-as énekét. Thank you.
Kedves testvéreim, most a lelki áldozás közösségi imája következik. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, mi, akik a boldogságos Szűz Mária személyében fiad és az egyház anyját tiszteljük, örömmel vettük magunkhoz a legszentebb oltári szentséget. Add, hogy az örök élet kenyere segítsen el minket az üdvösségre, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a Jóisten áldását kérem most mindnyájatokra, a jelenlévő testvéreimre itt a Szent Angyalok hajlékában, otthonaitokban az Apostol TV és a Hegyvidék TV nézőire, hogy továbbra is bátran, tiszta szívvel, engesztelő lélekkel az üdvösség útját járjuk, másokat is mentsünk meg és térítsünk le a kárhozat útjáról. Ebben legyen segítségünkre, égi édesanyánk, akit a Szent Mise végén majd a húsvéti Mária antifónával a 205-ös énekkel köszöntünk. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldt el a világnak a megváltás kegyelmét, adja reátok bőséges áldását. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Amen. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűjtetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejére, taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörög érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörög.